Nem sokszor kellett nyáron az erős napsugárzás ellen védekezni. A szeszélyes időjárás rányomta bélyegét a városi fedettuszoda és a termálfürdő forgalmára is. A fedettuszoda 13%-os bevétel kiesése az edzőtáboroknak köszönhetően csekélynek mondható, a termálfürdőnél a több mint 25%-os visszaesés komoly veszteséget jelent. Most, a nyári szezon után a medencék karbantartása zajlik. Hát, amit itt most látunk, gyakorlatilag a karbantartó kolléga a lazító medencén végzi azokat elsősorban higiéniai és esztétikai szempontból is fontos karbantartási munkákat. A fedettuszoda vízcseréje egy évben 3 alkalommal történik. A töltésürítésnek és takarításnak köszönhetően a csempeközökből a fuga kikopott. Ennek helyreállítása hozzátartozik az ilyenkor szükséges teljes körű karbantartási munkálatokhoz, ezek általában 1 hetet vesznek igénybe. Elsősorban a villamossági területeket, itt fenn a medencetérben a világítás, a világító testek, elosztó szekrények vizsgálata, javítása és esetleges cseréje történik meg. Gépészeti oldalon elsősorban a közmű hálózat, illetve a közművekhez csatlakozó szerelvények javítása, cseréje valósul meg, illetve töltőürítővezetékek javítása. Foglalkoznak még a fűtésrendszerrel, megvizsgálják és ellenőrzik a gépelemek állapotát. Csütörtökön kezdődik meg a medencék feltöltése, ami azt jelenti, hogy 24 óra alatt kell több mint 2000 köbméternyi vizet a medencékbe tölteni, és másfél nap áll rendelkezésre, hogy ezt a nagy mennyiségű vizet felfűtsék. Ehhez 4500-5000 köbméternyi földgáz használnak fel. Az uszoda vasárnap reggel 9 órakor nyitja meg kapuit a közönség előtt.